Megkezdődtek a héten az érettségi vizsgák, de vajon mire lesz elég idén az érettségi? Erről is, és a kötelező terrorháza látogatásról is beszélgetünk következő vendégemmel, Nieder Müller Péterrel, a DK oktatáspolitikusával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Sokat foglalkozunk az érettségivel mostanában, mert hogy ezekben a napokban zajlik, de kijöttek adatok is az oktatás helyzetéről, mind a közoktatásra, mind a felsőoktatásra vonatkoznak itt számok. Mennyiben magyarázható demográfiai helyzettel ön szerint például az, hogy csökkenés van? Ez a kormány természetesen azt fogja mondani, hogy ez a demográfiai hullámvölgynek a következménye. Én azonban azt gondolom, hogy alapvetően nem ez a fő probléma. Az alapvetően legalábbis a felsőoktatás területén egészen biztosan az a probléma, hogy nagyon sokakat elriaszt az a zűrzavaros, kaotikus felsőoktatási és oktatási politika, ami ma Magyarországot jellemzi. Nagyon sokan mennek ezért külföldre, nem tudják áttekinteni, hogy milyen anyagi következményekkel jár a felsőoktatás. Ilyen sokan tehetik meg, hogy külföldre menjenek? Nem sokan tehetik meg, de ugye azt látni kell, hogy van egy sor ország Magyarországtól nem nagy távolságra, ahol az oktatási költségek, tehát amibe kerül az, hogy én egyetemre járok, az alacsonyabb, mint Magyarországon. Például azért, mert mondjuk olyan országokban, mint Ausztria vagy Németország, aki egyetemi diákság vagy egyetemi hallgatói státuszban van, annak sokkal könnyebb munkát vállalnia emellett, és ebből saját magát tudja finanszírozni. Ez az egyik része a dolognak. A másik része meg persze az a dolognak, hogy sokan fölhagynak azzal az elképzelésükkel, hogy bemenjenek az egyetemre vagy főiskolára, inkább elmennek valami másik pályára, tehát föladják ezt az elképzelésüket. Ez biztos egyébként, hogy minden esetben baj, hiszen természetesen, ha így általánosságban nézzük, akkor az, hogy az emberek kevesebbet tanulnak, az nem hangzik jól. De másfelől van egy olyan jelenség, nem Magyarországon egyébként, ez egy világjelenség, hogy leértékelődtek egyetemi diplomák, nagyon sok felsőoktatási intézmény lett, és ezeknek nem mindegyike volt annyira színvonalas, mint kellett volna, és sokan ültek éveket iskolapadban, gyakorlatilag fölöslegesen, majd a végzettségükkel igazából nem tudtak magasabb szinten elhelyezkedni, mintha nem lett volna főiskolai vagy egyetemi papírjuk. Ez amit ön mond, ezt egyrészt igaz, másodszorban pedig ezt hosszú évek óta halljuk, és mégis azt kell, hogy mondanom, hogy minden európai országban, minden sikeres országban a kormányzatok arra törekedtek, hogy minél több ember kerüljön be a felsőoktatásba, minél több embernek legyen főiskolai és egyetemi végzettsége. De ugye van itt egy valamiféle félreértésszerűség. Ugye az egyetem az nem arra szolgál, mint mondjuk egy szakképzés vagy szakmunkás képzés, hogy csak bizonyos professziókra, bizonyos szakmákra képezzünk ki embereket. A felsőoktatás, az egyetemi diploma, a főiskolai diploma az azt a célt is szolgálja, hogy az emberek egy sor olyan készséget tanuljanak meg, amit aztán a munkaerőpiac nagyon különböző területein tudnak alkalmazni. Tehát, ha csak úgy tekintünk az egyetemre, hogy ott mondjuk orvosokat, mérnököket és tanárokat képeznek, az csak az egyik perspektíva. A másik perspektíva az, hogy hogyan lehet olyan készségekre, kompetenciákra, eszközökre szert tenni, aminek a segítségével az ember jobban el tud helyezkedni a munkaerőpiacon. A közoktatásban nem csak a diákok lettek kevesebben, a pedagógusok is, a KSH adatai szerint körülbelül 1000-rel több kevesebb pedagógus lesz idén, vagy már van is, és erre az ellenzék rögtön föl is háborodott. De ha megnézzük az adatokat, akkor az is látszik, hogy egyébként a diákokra jutó, vagy az egy pedagógusra jutó diákok száma nem lett magasabb, sőt, egy picivel, mint alacsonyabb is volt, lett volna, azt hiszem 13-ból 12. Nézd, itt megint azt kell, hogy mondjam, hogy egy teljes káosz és összevisszaság uralkodik. És engedje meg, hogy felsoroljak néhány olyan történést, ami az elmúlt hetekben, hónapokban ezzel kapcsolatban történt. Ugye egyrészt azt világosan látjuk, hogy az oktatási kormányzat rosszul mérte fel azt, hogy hány első osztályos lesz, hány első osztályos kerül majd beiskolázásra, aminek az eredménye az, hogy most megemelték, a parlament megszavazta, hogy most már lehetnek 32 tagú osztályok is. Ez az egyik része a dolognak. A másik része az, ugye, hogy Balogh Zoltánnak volt néhány héttel ezelőtt egy beszámolója az Országgyűlés Kulturális és Oktatási Bizottsága előtt, ahol várándítva azt mondta a miniszter, vagy azt találta mondani, hogy mi soha nem ígértük azt, hogy nem lesznek pedagógus elbocsátások. És ugye azért szeretnék arra figyelmeztetni, hogy ugye most május közepe van, vagy mondjuk legalábbis eleje van, és nem tudjuk még mindig pontosan, hogy ezek az elbocsátások, ezek az összevonások, ezek mely iskolákat, mely körzeteket, hány pedagógust fognak érinteni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek az adatok ebben a pillanatban nem mondják
mondanak túl sokat. Mert hogy ezek a már előállt helyzet adatai. Igen, és nem tudjuk, hogy mi lesz szeptembertől. Nem tudjuk, mi lesz jövőre. Egyáltalán nem tudjuk. Ugye volt a közoktatásért felelős államtitkár asszonynak ez a nagyszerű ötlet, hogy akkor majd buszoztatjuk a gyerekeket jobbra-balra. Tehát egyszerűen nincsenek kész tervek. Azt kell mondanom, amit már sokszor elmondtam, hogy az oktatási kormányzat először cselekszik, össze-vissza, és utána elkezd gondolkodni, na most akkor hogy tudom megoldani azt a problémát, amit részben saját magam okoztam. Azt mondta egyébként az oktatási kormányzat, hogy itt nem arról volt szó, hogy lett volna egy országos pánikhelyzet, amikor sehova nem fértek be a gyerekek, hanem bizonyos kiemelt iskolákban, népszerű körzetekben, a budapesti agglomeráció egyes részeiben valóban előállt egy ilyen helyzet, hogy konkrét iskolákba szerettek volna többen bekerülni, de ha országos méretekben nézzük, akkor nem volt kevesebb férőhely, mint diák, és végül meg is oldották, hogy mindenkinek legyen helye. Ugye azt én is olvastam azt a nyilatkozatát az államtitkár asszonynak, hogy több hely van, mint ahány diák. De ugye a tervezésnek, hagyj jegyezzem meg csöndesen, pont az a lényege, hogy azt ki tudjuk előre számítani, meg tudjuk előre satszolni, meg tudjuk előre tervezni, hogy hol léphetnek föl problémák. Na, de régen sem úgy volt, hogy mindenki bekerül oda, ahova leginkább szeretne. Emlékszem az én gyerekkoromban, és ez harc volt, hogy valaki bekerülhessen, akár a kerületi iskolába is, ha az jó volt, és sokan szerettek volna oda menni. Én nem azt mondtam ezzel, hogy korábban minden jó volt. Én csak azt mondtam, hogy most ebben a jelenlegi szakaszban, amikor semmi más nem hallunk, csak azt, hogy az oktatás átalakítása micsoda egy sikertörténet, azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy sikertörténet, hanem ez egy káosztörténet. És ehhez hoztam néhány apró példát. Én tudom azt, hogy az országnak van számos olyan városa, kisvárosa, nagyvárosa, ahol ez a probléma nem lépett fel. Na de az oktatási kormányzatnak pont az lenne a feladat, hogy sehol ne történjenek ilyen problémák. És azt is hagyja, hogy jegyezzem meg, hogy valóban most már úgy tűnik mindenütt megoldották ezt a kérdést, de nagyon sok olyan család van, aki úgy kezdi el a gyereke az iskolát, hogy rossz szájízzel mennek oda, mert nem történt semmi érdemleges megoldás, hanem a gyereket valahova bekényszerítették. És ezt szerintem el lehetett volna kerülni. A közoktatásban egy újabb érdekes felvetés látott napvilágot az elmúlt időszakban, ez is a KDNP-hez kötődik, akik ugye az oktatási államtitkárt is adják. Azt mondják, hogy legyen kötelező felső tagozatosok számára ellátogatni az iskolával a Terrorháza Múzeumba, hogy megismerhessék a közelmúltunkat és a kétféle diktatúra történetét. Önök rögtön tiltakoztak ez ellen. Miért? Hát ennek több oka van. Az egyik az, hogy azért szögezzük le, a KDNP az a párt, aminek a társadalmi támogatottsága ma Magyarországon nem mérhető. Egyszerűen feltételezem nincs is, vagy ha van olyan alacsony, hogy nem érdemes külön mérni. Ez a párt folyamatosan megpróbál olyan javaslatokat tenni, gondoljon például a családdal kapcsolatos felfogásoknak a keresztül erőszakolására, olyan javaslatokat tenni, amelyel beavatkoznak az emberek mindennapi életébe, megpróbálják meghatározni, hogy az emberek fontos dolgokról hogyan gondolkozzanak. Ugye mi elsősorban az ellen tiltakoztunk, annak a közleménynek van néhány nagyon súlyos mondata. Az egyik az, hogy azt mondta ez a közlemény, hogy ma a parlamentben a pedagógusok között vannak nagyon sokan olyanok, akik nem tudják objektív módon megítélni a történelmet. Sőt, azt mondják, hogy azért kell elvinni a gyerekeket, hogy megismerjék az igazságot a terrorházában, a történelemmel, a múlttal kapcsolatos igazságot, mert nem biztos, hogy otthon a megfelelő instrukciókat, a megfelelő felfogást képviselik a családok és a szülők. Azaz azt akarja mondani ez a javaslat, azt is mondja, hogy egyfajta történelem értelmezés van a miénk, és mindenki más, aki nem ezt mondja, az valami rosszat mond. És mi ez ellen tiltakoztunk. Nem lehet meghatározni államilag egy kis párt, akármilyen koalíció része. Ne határozza azt meg, hogy az én gyerekem, az ön gyereke hogyan gondolkozik a történelemről. Nem ez történik akkor is, amikor elfogadják mondjuk a történelem tankönyv anyagát? Ez a történelem tankönyv anyaga elvileg, és ezt nagyon erősen aláhúzom, az elvileg egy konszenzusos történelemkép. Én most persze pontosan tudom, ugye itt volt, nyilván ön is látta valamelyik nap a beszámolót a készülő erkölcstani könyvekről, hogy azt tekintetben tankönyvekről, hogy a tekintetben milyen különbségek vannak. De itt ugye arról van szó, hogy kötelezővé akarnak tenni valamit, egy olyan történelemképet, és ez nagyon fontos mozzanat, amit ennek a társadalomnak egy jelentős része elutasít. Vagyis, hogy a Terrorháza Múzeumának az anyagával van baj önök szerint? Hát nekem például alapvető bajaim vannak azzal az anyaggal, és azt gondolom, hogy nagyon sokan vagyunk ebben az országban, akik azt mondjuk, hogy ami ott történik, az a történelemnek, nem mondom azt, hogy a meghamisítása, de mindenféleképpen az átírása. Mert mi történik, hogy nyilván sokan vannak a nézőink között, akik nem jártak még a Terrorházában? Én annak vagyok a híve, hogy mindenki menjen el természetesen a Terrorházába, és nézze meg azt a kiállítást. De ugye van egy nagyon fontos mozzanat itt.
És én azt gondolom, hogy nekünk ezt a mozzanatot kell hangsúlyozni. Hogy ez a javaslat megpróbálja elvonni öntől, én tőlem, a mi gyerekeinktől, unokáinktól és családtagjainktól azt a jogot, hogy kialakítsuk a saját képünket a történelemről, a múltról. Én nem akarnám például önt meggyőzni arról, hogy ön hogyan ítéli meg mondjuk a magyarországi nyilas mozgalomnak a történetét, a holokausznak a történetét, a Kádár korszaknak a történetét. Mi megfogalmaztuk az álláspontunkat, a Demokratikus Koalíció megfogalmazta az álláspontját a Kádár korszakkal kapcsolatban, de mi nem gondoljuk, hogy ez bárkire is rá kéne erőszakolnunk. És az a probléma, hogy itt olyan gyerekeket akarnak odavinni, akiknek még nincsen meg az a készsége hozzá, hogy saját maga kialakítsa az álláspontját. Lehet, hogy hallja, amit az édesanyja meg az édesapja mond, de ők mégis valami többet akarnak ennél. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm.